Hello, hello, sziasztok, én Komár Zsolt vagyok ismét, és ez ismét egy napi videó üzenet, ami ugye nem mindennapi, mert nem csinálok én mindennapi ilyen üzeneteket. Viszont most megint elérkeztünk egy olyan ponton, amikor van miért ilyen üzenetet készítenem, és hát több dolog is van. Először is szeretnék azoknak gratulálni, akik már most meghozták azt a döntést, basic taggá váltak a sikerkifőzdén, akár a fél éves, akár az egy éves előfizetéssel. Névsorolvasás nyilván most nem fog tartani, ugye időről időre kitesszük azoknak a tagjainknak, azoknak a társainknak a névsorát a csoport oldalon, akik itt hozzájárulnak ahhoz, hogy ez tényleg jól tudjon, gördülékenyen tudjon működni, és rendszeresen, frissiben meg tudjátok kapni a fordított anyagokat is. Na de, van itt még más üzenete is ennek a mai kis videómnak, illetve több üzenete is van. Az egyik üzenete az az, hogy történnek itt a dolgok, történnek itt a változások, és az egyik ilyen az az, hogy elkészült ugye a 21 Day Blogging Challenge-nek gyakorlatilag a hetedik videója is, és mindenki megnyugtatására közlöm, összesen 7 sablon van. Legalábbis per pillanat, amikor én ezt a videó üzenetet készítem, akkor 7 sablon van, és ez a 7 sablon változik, ezt váltogatja a cég gyakorlatilag a 21 Day Blogging Challenge plugin-nal. És ezt tudod, hát háromszor elkövetni a 7 sablonnal elkövetett sorozatot. Ezt tudod így variálni, ezt tudod szépen végigkövetni, és van értelme, mindenképpen van értelme. Hát az egyik az, hogy oldja a blog görcsödet, hogyha van még ilyened. Hát hogyha az elején vagy, akkor teljesen természetes, hogy van ilyened. Másik meg az, hogy apró kis trükkök, technikák el vannak rejtve ezekben a sablonokban, és én igyekeztem úgy összeállítani a videókat, és főleg az első néhányat, hogy az részletesebb, magyarázósabb, ugye a leges-legelső az legalább 20 perces az a videó, tehát azok ilyen kis mini képzések gyakorlatilag, és ezeket nagyon jól tudod használni abban, hogy megtanulj rendesen blogolni, megtanulj úgy blogolni, hogy az ne csak egy időigényes hobbi legyen, hanem pikpak gyorsan meg tud csinálni a napi bejegyzésedet. Nem kell ennek nagyon sokáig tartani, ugye. Tehát ez nem arról szól, hogy itt most borzalmas nagy rakétatudós, meg elme trükk, mindenféle cikket kellene elkövetni. Nem arról van szó. Viszont ez ki fog derülni a sablonokból. És hát jön a következő üzenet, ez pedig egy nagyon egyszerű dolog az, hogy mi emberek hajlamosak vagyunk várni dolgokra. Ugye soha semmi nem elég jó, és még azon szeretnénk reszelni, tökéletesíteni. Csak van egy rossz hírem, hogy ez soha nem fog eljönni, és nagyon sok minden itt is olyan, mint a biciklizés, hogy föl kell ülni arra a nyomorult biciklire, és el kell kezdeni pedálozni, mert én elmondhatom neked itt nagyon szépen, gyönyörűen, ékes szavakkal történetet mesélhetek, ami megérinti az érzelmeidet, a lelkedet, beszél a tudatalattiddal, és elmondhatom azt, hogy milyen és hogyan is kell biciklizni. Hát lehet, hogy vágyat kelteni fogok tudni ezzel a biciklizés iránt, de a másik nagy igazság az, hogy ettől nem fogsz megtanulni biciklizni. Még akkor sem, ha megnézed 50-szer az erről készült videómat, és akkor sem, hogyha kijegyzeteled, és akkor sem, hogyha elemzed a jegyzeteidet. Akkor sem, hogyha rendszerezed a jegyzeteidet, amit már korábban is kijegyzeteltél. Egyszerűen fel kell ülni a biciklire, és itt sincs ez másként. Tehát elég sok képzési anyagunk van, és még ehhez fogok hozzákapcsolni egy következő, szerintem izgalmas és jó témát. Na de, neki kell ülni, el kell kezdeni csinálni, és egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fontos tanítás, hogy nem kell, hogy tökéletes legyen, de legyen készen. Tehát ez egy nagyon fontos üzenet, még egyszer már nem mondom el ezt, hogy nagyon. Nem kell tökéletesnek lennie, késznek kell lennie. Mi az, hogy kész? A rendszered elsősorban legyen készen. És amikor ezt mondom, az azt jelenti, megint sikerült beállni a lámpa alá, az azt jelenti, hogy legyen blogod, legyen elkapó oldalad, és legyen mögött egy hírlevél lista, ami fogadja a látogatóidat és kezeli a látogatóidat, ápolja a látogatóidat, kapcsolatot épít velük, ja, és mellesleg elad. Ugye ezt mondtam már többször, és fogom is mondani, hogy a blog feladata az, hogy forgalmat generáljon, bevonzon egy megadott célközönséget, és majd a hírlevél sorozatnak, a hírleveleidnek lesz az a feladata, az a dolga, hogy értékesítsenek. Most éppen ezért akkor egy kis apróságnak tűnik, kis apróság, hogyha ugye ezt a stratégiát követed, akkor nem jó az, hogyha nincs olyan sorozatod is, ami elad, hanem csak a napi blog értesítőt küldöd ki, mert akkor soha nem adsz el.
akkor mindig értékes vagy, akkor mindig értéket adsz, akkor mindig hasznos vagy, akkor kis tündi-bündi vagy, akkor az emberek jó barátja vagy, minden, amit el lehet mondani rólad jó, csak éppen eladni nem fogsz, nem fognak regisztrálni, nem fognak vásárolni, vagy hogyha más üzletet csinálsz, akkor oda sem. Úgyhogy ennek ez itt a lényege, és akkor van kész a rendszered, akkor van kész egy blogbejegyzés is, hogyha megvan érve ugye a blogbejegyzésben, vagy legalábbis Custom Call to Action formájában van benne legalább egy lágy, enyhe kis cselekvésre szólítás. Ugye nem kell folyton nyomni, de lényeg az, hogy legalább halványan azért mindig legyen ott, és legyen egy-egy olyan bejegyzésed, ami masszívabban, direktebben kommunikálja azt, hogy mit kell itt most csinálni. Mert nem biztos, hogy tudják, tudod? Tehát nem az, hogy nem feltétlenül az gátolja meg őket, hogy nem akarnak, hanem egyszerűen nem tudják, hogy mit nem akarnak. Úgyhogy egy picit irányítani, vezetni kell az érdeklődőket, a feliratkozókat, tehát azért jönnek hozzád, mert te előrébb vagy ebben, te jobban értesz ez a dologhoz. Úgyhogy erre figyelj oda, és akkor van kész egy bejegyzés, hogyha ez így meg van írva, van benne call to action, várja valami, fogadja valami a feliratkozót, kap valamit magyarán cserébe a feliratkozásáért, az e-mail címért, és ki van publikálva. Tehát ki van publikálva magára a blogra, megvan azt a közösségi médiában, és amikor ezt mondom, hogy közösségi média, akkor ne ragadjunk le a Facebooknál, hanem ugye van a Facebook, ott a Google+, ott a Pinterest, ott a Twitter, ezekre ezt mind jó elhelyezni, és nagyon, nagyon sok helyre lehet még, amit szerintem elhanyagoltunk, nevezetesen az, hogy ha nem masszívan azt írod, hogy empower, hanem problémákat kezdesz el megoldani, tippeket, trükköket, információkat adsz, ilyen kis hasznoska vagy, akkor teljes lelki nyugalommal be fogsz férni olyan helyekre, mint a fórumok, fórumposztok hozzászólásai, és ott is tudsz bekommentelni, ott is tudsz érdemben hozzászólni, úgyhogy értéket adj, és úgy nem mellesleg forgalmat generálhatsz ezzel az oldaladra, megint nem mellesleg ingyenes forgalmat generálhatsz az oldaladra. És mivel megint kezdek nagyon sokat beszélni, most akkor kitérek még a következő témámra gyorsan, röviden, amit akartam itt mesélni ma, az pedig az, hogy hozzáláttunk ugye Katával ahhoz, hogy átalakítsuk egy kicsit vaskosabban, masszívabban a siker kifőzdét, átalakítsuk a képzéseinket, és az nem azt jelenti, hogy feltétlenül mindenből új képzések lesznek, mert nagyon sok képzésünk úgy van jól, hogy az Isten megadta, viszont át akarjuk ezeket struktúrálni. Ennek érdekében már egy ilyen kis kipróbálható demo, beta változata van is egy ilyen e-oktatási, vagy e-learning, kinek hogy tetszik, rendszernek. Ez ott működik szépen beépülve a kifőzdébe, és az alap az teljesen természetesen minden egyes sikerkifőzde tag számára elérhető. Nyilván lesznek ott olyan haladó, bemeltebb szintű képzések is, amit a basic tagok fognak tudni csak elérni, de lesznek közös jellemzői, és már most is látszik, hogy milyen közös jellemzői vannak, lesznek ezeknek a képzési sorozatnak. Az egyik az, hogy egy irányított, vezetett mederben tud menni a felkészülésed, a tanulásod. Magyarán nem fogsz tudni össze-vissza csapkodni, ugrabugrálni, hogy én most megnéztem az első videót, most megnézem a 40-et, mert közte király vagyok és mindent tudok, mert ez nem így van. Hanem meg kell nézed, neked jelölnöd kell, majd persze csinálhatsz, amit akarsz, mert megteheted azt, hogy belelépsz a leckébe, rányomod, hogy kész vagy, magaddal szúrtál ki, nagyon okos vagy. Tehát csinálhatod, ezt csak nem javaslom. Inkább azt javaslom, hogy fogunk olyat csinálni, már erre is van benne minta, ilyen kis kvízeket ki lehet tölteni, önellenőrző kérdésekre meg lehet adni a választ, és az, amikor sikerült, na akkor érdemes tovább lépni. Ilyen egyszerű. Most mindenkit arra bátorítani, hogy egyrészt, hogy kezdje el a dolgokat csinálni, hagyja végre abba ezt a szájba vert jegyzetelést, kezdje el csinálni a dolgokat, kezdje el a 21 Day-t, vagy kezdjen el blogolni, hogyha a 21 Day most éppen nem szimpatikus a számára. És hát a következő pedig az, hogy vessen egy pillantást erre a sikerkifőzde alap, képzési alapsorozat demóra. Nézze meg, mi az érzése, mi a feelingje. Aztán kommenteljen már be ott a Facebookon, hogy neki ez így mit hoz véleménye szerint. Az én véleményem szerint ez azt fogja hozni, hogy egységesen fogjuk tudni indítani mindenki, egységesen fogjuk tudni indítani az új belépőinket, az új tagjainkat, és innen kezdve egységesebb esélye lesz
arra az embereknek, hogy meg tudják csinálni ezt a dolgot, ami azért sikerül. Na, tehát meg lehet ezt csinálni, hölgyeim és uraim. Csinálni kell. Csinálni, 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 csinálni. További szép napot kívánok mindenkinek, jó aktívkodást. Ciao.